Drasztikusan megnőtt a tűzifa iránti kereslet azután, hogy a kormányzat bejelentette a rezsicsökkentés korlátozását. A híradónknak nyilatkozó erdőmérnök szerint többszörösére emelkedett a tüzelő iránti igény. Közben az LMP online erdővédő szolgáltatást indított, ahol bárki bejelentheti, ha úgy látja, nem fenntartható módon termelnek ki fát. Mindent meg kell tenni, akár direkt akcióval, hogy megvédjük a magyar erdőket. Ezért az LMP online erdővédő szolgáltatást indított. Ungár Péter azt mondta, részsikernek tekintik, hogy a kormány egy miniszteri utasítással felülírta eredeti elképzelését az erdők kivágásáról, de szerintük a kabinet terve teljesen helytelen. Az árát a fának szintén nem lehet egy ilyen rendelettel levinni, tehát mindenféle olyan szociálpolitikai szempont, amit felhoztak ennek a védelmében, ami vagy az erdőknek a kitermelését lehetővé teszi, vagy egyáltalán a több fakitermelés lehetővé teszi, ez téves. Az erdészeti szakértő szerint az utóbbi években a tűzifa igény minimális volt. Többek között az enyhetelek, az energiahatékonysági beruházások és a rezsicsökkentett gáz miatt. A háború miatt megnövekedett a tűzifa igény, megélénkült a tűzifa piac, de végülis a berobbanást az utóbbi heteknek a rezsicsökkentéssel kapcsolatos bejelentés okozta. Tehát most nagyon megnövekedett, drasztikusra megnövekedett a tűzifa iránti kereslet. Közben kiderült, hogy a Gazprom 3 napra leállítja az Európába történő gázszállításait az északi áramlat 1 vezetéken. Az augusztus 31-től szeptember 2-ig ígért leállást ismét rutin jellegű karbantartási munkával indokolták. Ennek, ami történik az északi áramlattal, ennek főleg ár hatása van, és van hozzá egy jó nagy adag hisztéria. Az energetikai szakértő szerint a karbantartásban semmi szokatlan nincs. A probléma inkább az, hogy ezen a vezetéken sokkal kevesebb gáz jön, mint amennyi jöhetne. A földgáz vezetékhez szükséges turbina karbantartása már befejeződött. Azonban a berendezés Németországban rekedt. A felek ugyanis nem értenek egyet abban, hogy az eszköz az ukrajnai invázió miatt kivetett szankciók hatálya alá tartozik-e. A Gazprom a turbina problémáira hivatkozott a csökkentett szállítások egyik okaként. Ez én véleményem szerint mérnöki oka annak, ami történik, nincs. Mert ennek a turbinának biztos, hogy van még egy tartalékja, sőt, amennyire én ismerem a német kollégákat, még a tartaléknek is van egy tartalékja. Balog József szerint ugyanakkor Magyarországra nem ezen, hanem a török áramlat vezetéken érkezik a legtöbb gáz, így a fizikai áramlás biztosított.